A mentor program célja, hogy széleskörű tájékoztatást kapjanak a diákok arról, hogy hogyan is vágjanak bele egy vállalkozásba, milyen pozitívumai és negatívumai lehetnek egy saját cégnek, melyek azok a nehézségek, amelyekkel meg kell küzdeni, és hogyan lehet felállni egy-egy kudarc után. Jó Zsolt, a Tisztes Iparért Alapítvány kuratóriumi tagja saját bőrén tapasztalta meg azt, hogy milyen képességekkel lehet gazdagodni egy ilyen programnak köszönhetően, hiszen ő is részt vett számos előadáson, mielőtt elindította saját vállalkozását. Mi azokra az értékekre is odafigyelünk, amúgy bennünk jön, hogy mégis mi lenne az az erkölcsös irány a fiatalok számára, ami tényleg hosszú távú sikerre vezeti őket. Ezeket próbáljuk megfogalmazni, és persze az a hiány, amit tapasztaltunk, hogy mi nem kaptunk meg képzésbe, vagy szerintünk a fiatalok nem hallottak róla, arról próbálunk nekik beszélni, de a fiatalok véleményét is kikérdezzük, és amiről ők szeretnének hallani, az is témába foglalva lesz. Az első vendég Bodó Imre ötszörös Superbody bajnok és vállalkozó volt. Csütörtökön pedig online jelentkezett be a galambos diákoknak Paré Áron, az egykori CIG Pannonia vezérigazgatója, jelenleg a Hungaricum Alkusz pénzügyi vezetője, aki többek között átfogó tájékoztatást adott arról is, hogy miért fontos a kapcsolatépítés és hogy miért jó csapatban dolgozni. Az eddigi beszélgetések inspirálóan hatottak a diákokra, akik között már most vannak olyanok, akik szeretnének saját céget alapítani. Szeretnék én is pár barátom egy műhelyt vagy hasonlót kialakítani, és a fiúk tök jól belevisznek a dolgokba, meg csomó információt tudok szedni, hogy kezdjük el, hogy fektessünk be a kapcsolatokat, hogy megkeressük, új dolgokat tudok meg, és mi is egyre jobban úgy vagyunk vele, hogy meg szeretnénk csinálni, és teszünk is majd róla. Az előadások interaktívak voltak, a gyerekek bátran jelentkeztek és válaszoltak egy-egy kérdésre. A szervezők azt szeretnék, ha ez a felfogás a programokon túl is fennmaradna, és ha segítségre van szükségük a diákoknak, akkor bizalommal fordulnának a makói IPOSZ-hoz.